Ahogy már ma elhangzott, új sztrájktörvényt fogadott el a parlament, és ennek a sztrájktörvénynek az egyik benyújtója Kontúr Pál volt, akinek viszont én gondolom jó ismerőse a mostani vendégem, Gaskó István, a Vasúti Dolgozók Szakszervezetének, Ligának, Liga szakszervezeteknek az elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát a felvezetés persze csak azért így volt, mert én úgy emlékszem, hogy amikor önök 2008-ban bevezették a gördülő sztrájkot, sztrájk intézményét, akkor Kontúr Pál volt az egyik a Fidesz részéről, aki melegen üdvözölte a sztrájkot. Most Kontúr Pál volt az, aki benyújtotta azt a sztrájktörvényt, amely ellen a szakszervezetek egyébként tiltakoznak. Annak idején a viták a még elégséges szolgáltatás körül robbantak ki. Úgy emlékszem, hogy a vasúti vezetés bírósághoz fordult ez ügyben, de azt elveszítették. Annak idején az ombudsman is felszólalt a dologba, hogy valamit kellene kezdeni a sztrájktörvénnyel, de minden esetre az akkori szabályozás szerint megegyezés nem volt, de önök nyugodtan sztrájkolhattak különösebb következmény és szankció nélkül, mert hogy a törvényhez nem rendelt szankciót. Mi a helyzet most? Nem azt mondom, hogy hiányzik már egy kis vasút a sztrájk, nehogy félreértse. Elég hosszú volt a fölvezetés, és néhány dolgot szeretnék azért benne kiigazítani. A konfliktus nem a még elégséges szolgáltatások miatt keletkezett, az már csak egy következmény volt. A konfliktus az volt, hogy az akkori kormány a vasutasokat partnerként meghívta a vasút akkori átalakításába, a főtevékenységek kihelyezése az anyavállalattól akkor történt meg, és az akkori miniszter, Kóka János, azt az ajánlatot tette a vasutasoknak, hogyha nem akadályozzák meg, hogy az átszervezés megtörténjen, akkor bizony ez valamiféle jutalommal fog járni. Meg is mondta, hogy ennek a forrása a kargó privatizációs árbevétele lesz. Tehát nem a privatizáció alapozta meg a követelését a vasutasoknak, hanem a munkába való részvétel, és a kargó privatizációs árbevétel az csak forrásként volt megjelölve. Na most ezt letagadta az akkori miniszter, sajnos, és hát ebből keletkeztek különféle konfliktusok. Az kétségtelen, hogy az akkor érvényben lévő szabályozás szerint a még elégséges szolgáltatásról való megállapodás hiánya nem tette jogszerűtlenni a sztrájkot, ellentétben a decemberi módosítással, amit valóban Kontúr Pál jegyzett az egyéni képviselőindítvány beadásánál, bár mindannyian tudjuk, hogy ez képtelenség, hogy ezt ő csinálta. Ezt a kormány csinálta, csak leosztotta a feladatokat. Nem mondja, tényleg ez így megy. Hát sajnos, úgy néz ki. És hát elbújik a kormány egy-egy képviselő háta mögött, és hát a Kontúrnak elég széles vállai vannak, volt hová bújni. És gyakorlatilag ezzel el lehetett kerülni a társadalmi egyeztetést erről a törvényről, és hát ilyen ügyetlen, átlátszó trükkökhöz folyamodott a kormány, amit szerintem, amire semmi szüksége nincs, amikor kétharmados támogatottságot kapott a magyar választási rend alapján tavaly tavasszal. Ön tegnap volt egyeztetni a MÁV-nál, hát ahogy azt tudósításokból olvasom, hát nem jutottak semmire. Ugye önök tettek egy ajánlatot, 300 valahány vonat, vagy vonatpár, ez nem derült ki közlekedésére, a MÁV meg azt mondja, hogy de kérem, mi 3000 vonatot közlekedtetünk, hát ez nekünk nem, nem elég. Adta ezt az ajánlatot a MÁV. 3000 szeretne, mert igen. Már csak azért is, mert csak 2600 működik egyébként naponta, de ez való igaz, hogy ez a tendencia, hogy ő többet szeretne, mint egyébként rendes na üzemben. Na most félre ne értse, és hogy őszinte legyek, én nem szimpatizáltam akkor sem a gördülő sztrájkkal, és mi sem. Most se örülnék neki, de most innen merre megy tovább, ugye egy előző kormánynál követelt valamiket, hát most szemmel láthatóan a követeléseit újra elővette, és innen hova tovább? Hát meggyőződésünk, hogy erre megállapodás fog születni, hiszen teljesen logikusnak tűnik, hogy amikor 2008-ban megfogalmaztuk ezt a követelést, akkor az akkor ellenzékben lévő Fidesz teljes mellszélességgel odaállt a vasutasok mellé, és azt mondta, hogy a követelés... Akkori mell... meg a mai mell. Na, de ne arra, ugyan, hát el kéne már érni azt, hogy az akkori mell, meg a mai mell ugyanaz a mell legyen. Mert hát ugyanabban az ingben van.
És hát nem lehet megengedni a politikának azt a trükközést, hogy ellenzékbe valamit jól megtámogat, majd hatalomra kerülve elfelejti ezt. Ezt a hazudozást ezt már el kell felejteni. Erre ráment az előző kormány jó néhány tagja. 10 milliárd forintról van szó, a vasútnak tavaly 40 nincs, milliárd volt nincs a vesztesége. 10 milliárd forintról szó. Meglepem, hogyha azt mondom, hogy másfél milliárd forintból 2011-ben ezt a követelést ki lehet elégíteni, hiszen a vasutasok a tavalyi árvizekre való tekintettel lemondtak a 250 ezer forintos követelésből 100 ezerről. De 150 még ott van. Így van, 150 ott van, és a kompromisszumos ajánlatunk van, mint ahogy azt az előző. De ha ez bér, akkor járulékot kell utána fizetni. Ezt különféle megoldásokkal lehet elintézni, lehet kafetérián keresztül, ne csalás nélkül meg lehet oldani, aminek van persze pici terhe, de közel sem annyi, mint a bér. Ráadásul ennek nem is kell beépülnie a bérrendszerbe, hanem egyszerű kiadásként jelentkezik. Hát egy vagy akár három éven keresztül. Köszönöm szépen, hogy itt volt, meglátjuk, hogy mi lesz. Én is köszönöm.